Traktorral szántják és boronálják földjeiket a gazdálkodók. A tavaszi földmunkák megkezdésével az egységes kérelmek beadása is elindult. A kitöltési felület április 6-án nyílt meg. Idén 43 nyugcímre lehet támogatást igényelni és bejelentést tenni. Köztük a területalapú, agrárkörnyezetgazdálkodási, állatjóléti jogcímekre is. A kitöltéshez a falu gazdászok segítségét lehet kérni, mondta vendég Edit elnök. Tolna megyében a tavalyi évben több mint 5000 kérelemből 3800-at a falu gazdászok segítségével adtak le a gazdálkodók. Benyújtott kérelmeket június 2-áig lehet adatváltoztatás keretén belül szankciómentesen módosítani. Abban az esetben, hogyha valaki május 15-ig nem nyújtotta be a kérelmét, akkor június 9-ig még ezt megteheti, viszont ekkor már a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével kell számolnia. Június 9-ét követően benyújtott kérelmeket pedig sajnos érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a Magyar Állam Kincstár. A gazdálkodók számára ugye ez egy rendkívül fontos időszak, mi pedig, mint kamara, minden hozzánk forduló gazdatársnak segítünk a kérelmek benyújtásában. A megyében beadott 5200 kérelemből és 3800-at a falu gazdászok segítségével adtak be tavalyi évben a gazdálkodók. A járvány okozta helyzet miatt az idei kérelmi időszak az nagyon-nagyon más lesz, mint az eddigiek. A koronavírus terjedésének lassítása és a gazdálkodó ügyfelek, valamint az Agrárgazdasági Kamara munkatársainak egészségének védelme miatt elsősorban telefonon kereshetik kérdéseikkel az ügyfelek a falu gazdász irodákat. Az a célunk, hogy lehetőleg az ügyfél személyes jelenléte nélküli ügyintézéssel legyenek benyújthatók az egységes kérelmek. A falugazdászok tehát az ügyintézés során elsősorban telefonos és e-mailben való kapcsolattartásra fognak törekedni. Amennyiben mégis szükséges lenne a személyes ügyintézést, arra is csak előzetes időpontegyeztetés követően kerülhet sor járványvédelmi okokból, megelőzendő az ügyfelek egymás közötti találkozását és a várakozást a falugazdászirodákban. A személyes ügyintézés alkalmával egy előre kialakított protokoll szerint gondoskodunk a falugazdászirodák biztonságos kialakításáról, a készfertőtlenítők, szájmaszkok használatáról és a kellő távolságok betartásáról. A személyes ügyintézés során több higiéniás előírást is betartanak azért, hogy védjék munkatársaik és ügyfeleik egészségét a falugazdászirodákban. Például plexifalakkal látták el a pultokat a nagyobb biztonság érdekében. A kamara több 10 millió forint értékben vásárolt védőeszközöket. Szeretném felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy az egységes kérelem benyújtási időszak alatt a rendelet lehetőséget teremt arra, hogy a mezőgazdasági káresemény, amennyiben az április 1-e után következett be, akkor a kárbejelentés az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidőig, tehát május 15-ig adható be. A kollégáim is fel fogják hívni erre a figyelmet, de én azt gondolom, hogy a gazdálkodók is minden esetben erre figyeljenek és figyeljenek oda.